2018-ban a családokat ünnepeltük, de a családok évét követően jövőre is folytatódnak a családokat segítő intézkedések. Ezeket Novák Katalin, család és ifjúságügyet felelős államtitkár mondta Máté Szalkán, a még mindig a család című programsorozat záró rendezvényén. A politikus kiemelte, jelenleg is zajlik a családokról szóló nemzeti konzultáció, melyet már több mint egy millió töltöttek ki. Novák Katalin hozzátette, a válaszok alapján a magyar emberek által megjelölt úton folytatják majd a megkezdett munkát. Szeretnénk, hogyha erre felhatalmazást kapunk lépni a főállású anyaságnak a vonatkozásában, szeretnénk a fiataloknak az életkezdését, a családalapítás előtti időszakot, illetve a családalapításnak az időszakát is az eddiginél is jobban segíteni, szeretnénk a munka és a család egyensúlyának a kialakításában még további segítséget nyújtani az édesanyáknak, és egy olyan tervünk is van, hogyha erre kapunk felhatalmazást, hogy azokat az édesanyákat, akik legalább három gyermeket vállaltak már, valami milyen formában élethosszig tartó támogatással is segítsük. Ezek mind ott vannak a tarsolyunkban, várjuk most a felhatalmazást a magyar emberektől, a visszajelzést, hogy ők egyetértenek-e ezekkel a döntésekkel, ezzel az irányjal. Novák Katalin azt is kiemelte, a fiatalok támogatása során fontos, hogy a vidéken is perspektívát tudjanak mutatni számukra, ezzel segítve helyben maradásukat. Ehhez munka lehetőséget kell teremteniük, és elérhetővé kell tenni számukra a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést is és egy dolgot direkt nem soroltam föl, mert ezt külön szeretném kiemelni, az otthon. Tehát, hogyha segítjük a fiatalokat abban, hogy önálló saját otthonuk legyen, egy saját tulajdon, ahol élni tudnak, ahova gyereket tudnak vállalni, akkor az már mindjárt egy komoly lépés, egy komoly segítség, támogatás ahhoz, hogy a közös életüket el tudják valahol indítani. És bizony ezt könnyebb megtenni Budapesten kívül, mint Budapesten, hiszen ott sokkal drágábbak az ingatlanok, ezért is vezetjük majd be a vidéki falusi csokot, és ezért is indítottunk olyan kezdeményezéseket. Van egy esély otthon című programunk, ami kifejezetten arról szól, hogy azokon a településeken, ahol egyre kevesebb a fiatal, ahol egyre idősebb a lakosság, ott is legyen perspektíva a fiatalok számára, legyen munkájuk, legyen otthonuk, legyen hol élniük és gyerekeket nevelniük. Az államtitkár hangsúlyozta, 2010 óta duplájára emelték a családtámogatási forrásokat, ugyanakkor leszögezte, a kormány szándéka az, hogy ezeket munkához kötik. Novák Katalin a népességfogyásra is kitért, mint mondta, a támogatásokkal a gyermekvállalást is ösztönözni kívánják, a kormány feladata ezt segíteni, ám a gyermeknevelés mindig a szülők felelőssége.